Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk a mai napon a római gyülekezethez írt levél 15. fejezetéből, a 15. fejezet 2., 3., 5., 7., 8. és 9. versét olvasom, és ez alapján kívánom a Szentlélek Isten segítségét hívva és várva az üzenetét hirdetni közöttetek. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek. Jézus Krisztus akarata szerint. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségébe. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megüresítse az atyának adott ígéretet, a népek pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztalnak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Foglaljunk helyet, testvérek! A húsvét utáni időszakban múlt vasárnaptól kezdve gyülekezetünk lelkészei visszakanyarodnak a római levél magyarázatához, annak értelmezéséhez és annak lelki vezetéséhez, gyülekezeti életünkre nézve. Az elmúlt héten a római levél 14. és 15. fejezetének fordulójáról hallottuk Isten igéjét, a bíztatást, az erősek feladatáról, az erősek tartozásáról, ami az erőtlenek erőtlenségeinek a hordozását jelenti. Szó volt arról, aki itt volt és hallotta, vagy visszahallgatta az internet segítségével az ige hirdetés, hogy a keresztény közösségnek a tagjai különböző erőkkel rendelkeznek. És hallottuk, hogy az erőnkkel sokféleképpen élhetünk. Sokféle erő van, ami különböző irányokból motivál bennünket, különböző irányokból vezet. Legyen szó akár munkáról, családról, szexualitásról, legyen szó munkatársi rivalizálásról, vagy a hitéletben megélt erőről. És arra kell, hogy sarkaljon bennünket ez a különbség, ami a keresztény gyülekezet különböző tagjai között van, hogy ne lenyomjuk, ne elhagyjuk, ne akadályozzuk, ne büntetőfékezzük egymást, ez egy nagyon emlékezetes kifejezése a múlt heti ige hirdetésnek, hanem segítsük. A Galatákhoz írt levél 6. részében is így fogalmaz Pál apostol, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltsük be Krisztus törvényét. És egymás terhének a hordozása a krisztusi törvény betöltése. Istennek kegyelmes, megigazító, meg nem érdemelt kegyelem parancsából fakad. És hogyha Isten, aki nálunk nagyobb volt, megkönyörült rajtunk, akkor nekünk is meg kell könyörülnünk egymáson. Erre tanít bennünket, és erre vezeti a figyelmünket az irgalmas samaritánusról szóló példázat is, amelyet olvastunk az imént. Jézusnak a képszerű beszéde pontosan fejezi ki, hogy az irgalmas samaritánus milyen személyes gesztuson keresztül fordul oda egy gyengéhez, egy idegenhez, és az alábbiakat egészen biztosan, hogy megtanulhatjuk belőle. Megtanulhatjuk belőle azt, hogy az Isten jellegzetes tulajdonsága az, hogy irgalmas. Hogy az Isten feltétele, az irgalmasság feltétele a másik ember szüksége, rászorultsága.
És az irgalmasságon belül, az irgalmasságon keresztül, az irgalmas samaritánuson keresztül érhetjük meg azt is, hogy ez egy belülről fakadó, szívben megélt emberi tulajdonság. És arra hív, és arra vezeti Jézus hallgatóinak a figyelmét is, akik akkor hallgatták 2000 évvel ezelőtt, és akik azokkal a kérdésekkel jöttek oda Jézushoz, hogy hogyan lehet megérteni azt, hogy ki az én felebarátom, kihez tartozom, kiről gondoskodom, és megérteti, és kifejezi, és leírja Jézus szavain keresztül azt, hogy a Krisztus követésnek a lényege, és a Krisztus követésnek az értelme, az nem egy magányos harc. Az nem egy magányos, szintéren lejátszódó lelki folyamat. Az nem egy olyan alapállapot, amiben azt élhetjük meg, és azt éljük meg, hogy én Istenhez tartozom, ő hozzám, én Istenhez imádkozom, és vagy megsegít engem, vagy nem. Hanem kifejezi és elmondja azt, hogy az Isten különböző embereken keresztül tud dolgozni, munkálkodni. És mi, ahogy megtapasztaljuk az életben, és nagyon sok esetben, hogy kell, hogy legyen valami célja az életünknek, és oda teheti a keresztény ember, a Krisztus követő ember, hogy nekem a célom az az, hogy Jézust megismerjem, Jézussal közösségbe legyek, de ez nem egy egyedüli, nem egy magányos harc. És ami a nagyon markánsan és nagyon pontosan benne van ebben az igében, az az, hogy ezt a hitéletet, ezt a kapcsolatot, ami a keresztény embert Jézushoz köti, azt egymáson keresztül, egymás erején és egymás erőtlenségén keresztül élhetjük meg. Nagyon sokan úgy szokták értelmezni, és nagyon sokan úgy szokták magyarázni és hozni példaként az irgalmas samaritánusnak a történetét, hogy lám, ez foglalja össze a leghűbben azt, hogy a keresztény Krisztus követőknek mi a feladata. Hogy hogyan kell gondolkodniuk, hogy hogyan kell jelen lenniük a világban. Hogy ott, ahol a mások nem segítenek, ott, ahol a mások nem fordulnak oda az ő fele barátjukhoz, ott a keresztényeknek oda kell fordulni. De hogyha csak arra gondolunk, és azt látjuk, hogy karitatív módon szükség van, diakóniai módon szükség van egymás megsegítésére, ha csak arról van szó, hogy be kell kötözni sebeket, ha csak arról van szó, amit olvasunk is, hogy ott kell hagyni valakit a fogadósnak a házában, és meg kell etetni, gondoskodni kell arról, hogy egyen, akkor félre értjük az irgalmat is, és félreértjük azt is, hogy mit jelent felebarátnak lenni. Pál apostol itt a Római Levél 15. fejezetében, a 2. versben, tovább folytatva a korábban megkezdett gondolatot, ezt mondja, hogy mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, annak épülésére. Egy olyan kontextusban, egy olyan helyzetben fogalmazza meg ezt Pál apostol, ahol nagyon sok ember volt, ahol az erőnek és az erőtlenségnek kézzel fogható volt a jelenléte. A római gyülekezetre gondolok. Róma az akkori világnak metropolisza, több tízezres városa, ahonnan a világ minden útjáról, tudjuk jól a közmondás is azt, hogy minden út Rómába vezet, meg is érkeztek az emberek, és különböző etnikumból, különböző származásból, különböző nyelvjárásból, különböző bőrszínből összeadódva érkeznek el, és ismerik meg a keresztény gyülekezetben Krisztusnak a kegyelmét. De nem tudnak mit kezdeni ezzel a különbséggel. Nagyon látható és nagyon valóságos, talán a mai szemmel nézve nekünk főváros közelében, vagy a fővárosban élő embereknek ez sokkal könnyebben megérthető, bár a vidéki ember számára sem teljesen mellékes,
De hogyha belegondolunk a mai világban, hogy hol vannak ilyen találkozási pontok Észak-Amerika nagyvárosaiban, vagy Nyugat-Európa nagyvárosaiban, akkor lehet igazán megérteni azt, hogy abban a pillanatban, ahogy elkezd több különböző ember közeledni egymáshoz, ki domborodnak, egyértelművé válnak, ki tapinthatóvá válnak a különbözőségek. Egyértelművé válik az, hogy nem mindenki ugyanabból a közösségből jön. És kérdéssé válik, hogy ki a fele barát? Kérdéssé válik akkor, amikor az erőt abban látjuk meg, vagy abban látják meg a római gyülekezetben, hogy ki az, aki beleszületett a zsidóságba. Hiszen a zsidóság erős, évezredes hagyománnyal rendelkezik, megtartó ereje van, hagyományai vannak, kultusza, rítusai vannak, a rítusoknak megtartó erejük van. De kérdésként merül föl a római gyülekezetben az is, hogy hogyan tartozhatunk egybe, és ki az én fele barátom akkor, amikor különböző társadalmi helyzetből jövünk. A római birodalomban ennek nagyon nagy hangsúlya volt. Talán olyas valami, mint amit egyébként ma New Yorkban szoktak föltenni kérdésként, amikor ugye elmegy egy ember egy állásinterjúra, és nem azt szokták tőle megkérdezni először, hogy milyen diplomád van, hanem az, hogy hol laksz. Mert a lakhatásod, az, ahol élsz, az, hogy a várostok melyik részén vagy, az meghatározza a jó módodat, meg meghatározza azt is, hogy hol helyezkedsz el a társadalmi ranglétrán. A rómaiaknál ez nagyon meghatározó volt, hogy aki jön mondjuk a barbárvidékekről, vagy a pártusok vidékéről, az teljesen más megítélés alá esett, mint azok, akik már a hellén iskolákat, a hellén gyökereken nyugvó iskolákat végig tanulták. És ez kivetíti és érthetővé teszi számunkra azt is, hogy mekkora kérdés az a mi életünkben is, hogy ki honnan jön, kinek milyen háttere, családi kapcsolatai, vagy talán családfája, származása van. És nagyon értékes és elgondolkoztató az a kérdés is, hogy hogyan tekintünk egymásra, kit tudunk befogadni városi közösségként, városi gyülekezetként. Van-e bennünk annyi nyitottság, van-e bennünk annyi befogadás, hogy fele barátok otthonra találjanak nálunk? És itt megállok egy pillanatra, mert a fele barát kifejezés az egy nagyon sokat emlegetett kifejezés, de nagyon összetett a jelentése, tulajdonképpen jó nyelvtani pontossággal tükörfordításban nem is adható vissza, hogy mit jelent az, hogy fele barát. Ugyanis az Ószövetségben a fele barátnak a kifejezése az több különböző helyzetben is alkalmazott volt, akár rokonra, akár városbeli, vagy törzshöz tartozó emberekre. Fele barát az alkalmazott volt azokra is, akik bizonyos értelemben az ember háza népét jelentették, de mindenféleképpen valami olyan kapcsolatot jelent, valami olyan társas együttélésen belüli kapcsolatot jelent, amiben a másik embert, a zsidó ember tudta hordozni. Aki rábízatott, az ő népéhez tartozót jelentette szűkebb és tágabb értelemben. És amikor ezt áthelyezi az apostol a római gyülekezetben, akkor ott újra értékelődik ez a szó. Újra kérdéssé válik, hogy etimológiailag igazolható-e, hogy ebben a nagy, széles, így is mondhatjuk, és talán mi így értjük meg a legjobban, globális, globalizált közösségben, amit a római közösség jelentett, kicsoda az, aki fele barátom, és hogy hogyan kell, hogy viszonyuljak hozzá. És itt válik érthetővé az, amit az apostol mond, és amihez hozzá tehetjük és gondolhatjuk az, amit az elmúlt napokban vagy hetekben hallottunk a római levél kapcsán, hogy a fele barátom az attól lesz a fele barátom, hogyha én a javára kedvezek valakinek, hogyha erősként a gyengének a javára kedvezek. És ebben az ige szakaszban nagyon markánsan benne van az is, főleg a 7., 8., 9. versekben, hogy Pál apostol a maga
származása szerint, hát ő erősnek számított. Római állampolgár, zsidó, magiszter, rabbi, tanító, az írásoknak abszolút értője. Az ő ereje abból fakadt, hogy ő egy erős személyiség volt, egy erős kulturális hagyománnyal, hagyománnyal és örökséggel rendelkezett, és ezt, amikor közösségre lép a pogány keresztényekkel, a jövevényekkel, akikre magyar nyelvenre szerint azt szokták mondani a vidéki emberek, a tótok vagy a svábok, hogy jött-ment, vagy senki. Ugye van ez a szófordulat, azt szokták mondani a nem oda született, nem ahhoz a nemzetiséghez tartozókhoz, hogy hát én itt egy jött-ment vagyok, és csak azt mondják neki a helyi emberek, hogy hát te nem jött-ment vagy, te egy senki vagy, majd a gyerekeid lesznek a jött-mentek, és aztán az ő gyerekeik lesznek a valakik. De ennek generációknak kell eltelnie ahhoz, hogy befogadjanak közösségek más embereket. És ami nagyon érdekes és nagyon izgalmas, hogy Pál apostol pont a generációkon, a nemzetségeken keresztül való ígéretet ragadja meg. Mert ugyanis mit mond a római levélnek ebben a szakaszában? Négy ószövetségi helyet is idéz, ezeket nem olvastam föl az imént, de megteszem most, Pál apostol azt mondja, idézi Mózes 5. könyvét, idézi a 69. Zsoltárt, idézi Ézsaiást, és sorra elmondja, hogy örüljetek népek az ő népével együtt, hangzott az ígéret már generációkkal együtt a Zsoltárból. Ézsaiás azt mondta, hogy hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. És oda helyezi a zsidó keresztény közösség elé Pál apostol, hogy Isten ígérete az, hogy a különbözőségeinket Isten kiegyenlíti. És a felebaráti, mint definíció, a felebaráti létezés, az ebben válik igazán érthetővé, hogy az én felebarátom az, akiről úgy tudok gondoskodni, hogy ő épüljön. Ezt mondja a második versben, hogy ne a magunk kedvére épüljünk, hiszen mi már lehet, hogy erősek vagyunk, hanem ő épüljön fel. Értjük a különbséget? Visszacsatolok és összefoglalom. Tehát felebarát, nem attól felebarát valaki, hogy lehajolok hozzá, bekötözöm a sebeit, enni adok neki, gondját viselem, hanem attól felebarát Krisztus értelemben valaki, hogy segítem az ő épülését, hogy hozzá segítem őt ahhoz, hogy ő Krisztusban növekedjen. Mert a krisztusi magatartás az az, amit a keresztelői beszéd alapigéjeként is olvastam, hogy Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Krisztus létezése önmagában nem attól erő és valóság, hogy ő megszületett, ő tanított, hogy az ő beszédeit könyvekbe foglalták, hanem attól, hogy meghalt. Hogy önmagát adta azért, hogy mások éljenek. És ez egybevág azzal is, amit egyébként János evangéliumában Jézus tanít a halálról. Mert amikor a halálról tanít, akkor nem filozofálni kezd, és nem sztoikus alkatként beszél, csak úgy elvontan a halálról, hanem a saját érintettségéről beszél, és a saját tanítványainak az érintettségéről beszél, amikor azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. A krisztusi értelemben vett áldozat, a Krisztus értelemben vett erő erőtlenséggé válik. Azért, hogy az én felebarátom épüljön belőle. És testvérek, ennek hatalmas nagy ígérete van ránk nézve. És ezzel a két üzenettel szeretném zárni. Az egyik az, hogy valójában
nem az erőtleneknek van szüksége az erősekre, hanem az erőseknek van szüksége az erőtlenekre. Ugye amikor ezt így halljuk, akkor kicsit furcsa a gondolat, hiszen azt szoktuk mondani, pláne akik végeznek rendszeresen diakoniai munkát, vagy járnak szeretett otthonokba, idős otthonba, hogy hát igen, ott az ott lakóknak szüksége van az, hogy legyen egy erős kéz, aki valakit megragad, lefürdet, megetet, elvisz levegőzni, sétálni. Szüksége van a halmozottan sérülteknek, a fogyatékkal élőknek arra, hogy ellássák őket. Ez is igaz. És mondhatjuk azt is, hogy ha társadalmi szemmel nézem, a társadalomnak is szüksége van arra, hogy például a Magyar Református Egyház szeretett intézményeket tartson fenn. Van belőle 1-2 tucat az országban most már, hála Istennek. És mondhatjuk azt is, hogy hát a magyar társadalomnak szüksége van arra, hogy a reformátusok azok keresztény mi voltukból fakadóan ellássák és gondoskodjanak a rászorulókról. De hogyha Pál apostol szerint gondolkozom, akkor pont fordítva igaz. Mert akkor azt látjuk és azt értjük meg, hogy valójában nem nekik van szükségük ránk, erősekre, hanem nekünk, erőseknek van szükségünk a gyengékre, azért, hogy be tudjuk tölteni a krisztusi küldetésünket. Hogy mi legyünk azok, akik a magunk erejét, ha kell, mint a földbe vetett magot, meghasítjuk, hogy meghaljon, hogy abból sokszoros élet teremjen. Néhány héttel ezelőtt az iskolai továbbképzésen egy gondolat nagyon megragadta a figyelmemet. Pécsi Rita jár az iskolánkba, most már 3-szor volt közöttünk, és tartott nagyon elgondolkoztató és értékes beszédeket, személyiségfejlődésről, dükkezelésről és a többi. És néhány héttel ezelőtt egy olyan történetet mondott, amit én magam is átéltem, mindjárt elmondom, hogy miért. Mert azt mondta, hogy volt egy középkorú ember, aki sajnos arra kényszerült, hogy a beteg, idős, már demenciával küzdő édesanyját idős otthonba költöztesse. És mikor ez megtörtént, akkor a havi rendszerességgel, vagy két heti rendszerességgel időről időre ment, hogy meglátogassa. És amikor már eltelt egy év, mikor bent lakott az édesanyja az idős otthonba, már annyira leromlott az egészségi állapota, hogy már a saját gyermekeit sem ismerte meg, és amikor ment hozzá a fia látogatóba, egy alkalommal azt mondta az ápolónak, hogy elnézést kérek, hogy 5 nappal később tudtam csak jönni édesanyámhoz látogatóba, rosszul érzem magamat. És akkor azt mondta neki az ápoló, hogy ne legyen önön lelkismeretfurdalás, ne nyomja a szívét, úgy sem ismeri meg, elfelejtette, hogy jön kicsoda. Nem emlékszik rá, hogy megígérte, hogy jön. Mire azt mondta a gyermeke, hogy lehet, hogy ő elfelejtette, hogy én ki vagyok, és ezért nem olyan fontos, hogy látogassam, de én azért jövök, hogy emlékezzek arra, hogy én ki vagyok. Mert ha nem jövök, ha nem látogatom meg, akkor én elfelejtem azt, hogy mi végre kaptam tőle erőt, mi végre kaptam tőle gyermekkort, felnőttkort, áldozatokat, és hogy nekem mi a helyem és a dolgom ezen a világon. Jézus gyülekezetének, krisztusi gyülekezetnek 2000 évvel ezelőtt Rómában, de ugyanúgy ma itt is, Budafokon ez a küldetése, hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak, de a türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek a kölcsönös egyetértés. Legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. A mi közösségünkben így van-e? Hogyan épül a mi közösségünk? Erősek, lelki értelemben, a tartásunkra adunk, lelki értelemben,
a múltunkra adunk, lelki értelemben arra adunk, hogy hány tucat évre visszamenőleg igazolható a mi reformátusságunk, kereszténységünk, nemzetünk összefort a kereszténységgel, és ebből táplálkozunk, vagy abból, hogy Krisztus mit kér ma tőlünk. Adja Isten, hogy meg tudjuk látni, meg tudjuk cselekedni ennek az elhívásnak a nehézségét, mert ígéretünk van nekünk is arra, hogy Krisztus halálából, ahogyan élet fakadt, úgy a mi mindennapi áldozatunkból és kis halálainkból is élet fakadhat. Amen.